A Digisporton látható a hétvégén a magyar-amerikai foci hagyományos csúcseseménye, a HFL döntő a BVSC Szőnyi úti stadionjában. A fináléban először vidéki csapat a Miskolci Steelers, ellenfele az alapszakasz győztes Budapest Cowboys, melegítünk a kolompos Bánfi Mihály és az acélos Szabó Martin szócsatájával. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Urak, hát az alapszakasz első két helyezettje vívja a döntőt. Mondhatjuk azt a szezon alapján, hogy így igazságos, ami történt ez a finálé? Abszolút, azt gondolom, hogy teljes mértékben az első két helyezettje az alapszakasz és a rájátszás eredménye is alapján a döntő részvevői. Úgyhogy mi szereztük a legtöbb pontot, és mi kaptuk a legkevesebbet, és hát a Steelers-es kollégák pedig az abszolút második helyen zártak ugyanezekben a statisztikákban. Na de Misi, hogyha ez irányadó innentől, akkor a kolomposok lettek az elsők, vagyis akkor ti vagytok a fináli esélyesei? Hát az amerikai futballberkekben azért azt szokták mondani, hogy ami az alapszakaszban történt, az felejtjük nem számít. El. Így van. Azt el kell felejteni. Tehát akkor ezt nem mondanád. Na most Martin, azt nézzük meg, hogy ti ugye ennek a HFL döntő történetnek az első vidéki csapata vagytok, az acélosok. Ez így mekkora fegyvertény most ebben az idényben, ahhoz képest egyébként, hogy nekiugrottatok neki? Szerintem hatalmas meglepetés lehetünk a döntőben. Tehát mindenki arra számít, hogy egy oldalú lesz a meccs, de szerintem oda tudjuk rakni azt, ami kell. Szóval meglepetésre készültök, nem kis meglepetésre. Amikor ez a szezon elindult, nyilván nektek nem lehetett más célotok, mint eljutni a döntőig, de mondjuk például te nézve a mezőnyt a legeslegelején, kit tippeltél volna oda? Az idei volt az első olyan HFL szezon, amikor nem mentem volna bele tippelésbe. Sötétbe tapogatóztál volna. Abszolút, ugye ez az importos buli, ami idén elindult, ez teljesen nyitottá tette az egész bajnokságot. Ez jó? Szerintem nem, de a legtöbbek véleménye szerint ez jó. Hát akkor majd ezt az idő el fogja dönteni. Martin, milyen erények vitték el a végsőkig a miskolci csapatot? A kitartás. A kitartás. Szinte a csapat 80%-a fiatal játékos. A 40 játékosban szinte 20 játékos fiatal, 19 év alatt vagyunk, és tele vagyunk energiával, kitartás vitte el minket. Ennek vannak előnyei, lehetnek hátrányai is, nem? Persze, nem vagyunk eléggé tapasztaltak, ez lehet a hátránya. De hogy, belemere készültök, hogy... 60 percig mindent oda fogunk rakni, abba az... Na most szerintetek kik lesznek ennek a döntőnek a kulcs figurái, szóval, hogy kik lesznek a budapesti főkolomposok, meg hát kik lesznek majd a legacélosabb miskolciak nálatok? Hát nem biztos vagyok benne, hogy idén is Cseperkáló Péter fogja a hátán vinni a támadósort. Ő ugye a futójátékosunk. Az alapszakaszban is azt láttuk, hogy a miskolci védőknek neki, vagy a miskolci védőknek alaposan meggyűlik a baj a Csepinek az erőfutásaival. Nem látjuk azt, hogy hol tudtak volna ebben fejlődni. Ellenben a futójátékunk mellett nagyon erős a passzjátékunk is. Vári Tomi irányítónk a szezon alatt folyamatosan fejlődő játékot mutatott, és hát a csere irányítónk Cirok Márton pedig előlépett az egyik legjobb receiver-re a ligában. Úgyhogy mind a levegőben, mind a földön nagyon veszélyesek vagyunk. Cirok Marcit mondanám, és Cseperkáló Pétert. Martin, nálatok? Én úgy gondolom, hogy a Cowboys nagyon az importokra fog figyelni, és szinte magyar meglepetés lesz, hogy a magyarok fogják úgy oda tenni, hogy... Na most ez, amit Misi említett, hogy milyen gondjaitok voltak, hol gyűltek meg a bajaitok az alapszakaszban a Cowboys vezérembereivel, vagy fontos embereivel, ebből mit tudtok tanulni a döntőre? Jobban kell csinálnunk a dolgunkat védelemben, mondta, hogy Cseperkáló Péter hihetetlenül jó futó, nagyon erős. Uh-huh. Tehát arra kell fókuszálnunk, hogy őt minél hamarabb levigyük a földre. Azt nézzük meg, ugye ti a nyíregyházi Tigrisek legyőzésével jutottatok ebbe a döntőbe 2011 után újra. Ha összehasonlítjuk az akkori csapatot, meg a mostanit, akkor mekkora volt például a fluktuáció, a változás? Hát a törzsgárdát sikerült megtartanunk, főként idősebb játékosok voltak azok, akik abba hagyták a játékot nálunk, de ők is a csapat körül maradtak, és továbbra is segítenek minket. Hát ez a klubépülésnek a része. Így van, igaz? Szerinted ez jobb csapat lett, mint a két évvel ezelőtti? Azt gondolom, hogy jobb csapat. Egyrészt a már említett Cirok Marcinak a megjelenése az nagyon nagyot frissített a támadósorunkon.
Másrészt pedig idén mi bevállaltuk a Central European Football League-ben is a szereplést, úgyhogy Szerbiában játszottunk több meccset is, és ez nagyon jó hangolódás és készülődés volt a HFL mérkőzésekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jobb csapat, igen. Tehát ugye pont ez a nemzetközi érlelődés az, ami hozzárakott a csapatotokhoz sokat. Ugye a Steelers az Egri hősök ellen, Heroes ellen 39-32-t játszva érte el a döntőt. Az egyértelműen a támadó szekciótoknak köszönhető? Szerintem mindenki úgy oda tette magát, hogy azonban hihetetlen. Tehát az egy olyan meccs volt, hogy azt mind néző nem lehetett végignézni. Pont ide, pont oda, folyamatosan cserélődött, hogy kivezeti a meccset. Hihetetlen meccs volt. De szerintem az irányítók Jordan múlott, meg az elkapó soron. Hát az biztos, az egy ilyen thriller volt gyakorlatilag, nem lehet azt mondani. Végül ti kerültetek ki jobban. Amikor nekiújtottatok ennek a bajnokságnak, ugrás a sötétbe, hogy Misi is mondta, akkor egyébként ezzel az ambícióval indultatok el, hogy még ez is összejöhet? Persze. Így indultunk el, hogy bármi lehetséges. Tehát, hogy elérhetitek a döntőt, nem úgy, hogy akkor majd meglátjuk. Nem az, hogy elindulunk, és akkor kikapunk minden meccsen, hanem megpróbáltunk a legtöbbet kihozni magunkból, és ott lenni a döntőn, vagy a legjobb helyen, ahol szerepeltünk. Na most, hogy készültök a fináléra? A Trabelszi mester milyen haditervet eszel ki? Lehetnek-e ilyen komoly meglepetések, meglepő húzások? Hát természetesen, mivel mindkét résztvevője a döntőnek ilyenkor a már tetemes mennyiségű videófilmmel rendelkezik az ellenfél csapatáról, ezért nyilvánvaló módon újítani kell a playbookunkon is. Tehát azt gondolom, hogy mi is számíthatunk érdekes játékokra a Steelers részéről, illetve hát őnekik is lesznek olyan dolgok, amik újdonságként hathatnak majd a pályán tőlünk. Tehát most azért lesznek új kották. Playbook frissítések rendesen erre a döntőre. Azon túl sok videózás, mi a felkészüléseteknek, mi áll a fókuszában most? Hát egyébként nagyon jól látja az ellenfelünk, mert valóban az importokra koncentrálunk. Azt próbáljuk elemezni, hogy hogy tudnánk őket kivenni a játékból. Ők igazi playmakerek. Ha őket tudjuk semlegesíteni, akkor azt gondolom, hogy a Steelersnek a nagyon jó magyar játékos állománya tényleg valóban nagyon jó, de ővelük el tudunk bánni már utána. Nálatok a stáb Száraz Zsolt vezetésével milyen csatára készül? Hogyha már ennyit Misi elmondott, akkor árulj el nekünk egy-két apróságot. Kóbelsz, nem mire számíthatok? Hát mi is fogunk hozni pár meglepetést, tehát a playbookunk az szinte változni fog, tehát nem fogjuk ugyanazt játszani. Próbálunk minél nagyobb meglepetést okozni a Kóbelsznek, hogy ne tudják levédekezni támadó. Tehát, és akkor pont, amit már mondtál, hogy azt ígérheted, hogy itt a magyar játékosoktól próbáltok extrát hát kivasalni, igaz? Én személy szerint úgy gondolom, hogy ők a importokra fognak figyelni leginkább, és így próbálják kihozni a legtöbbet a magyarokból is. No, mit gondoltak egyébként az idei fináléről olyan szempontból, hogy oda teszik-e magukat majd a szurkolótáborok? Ennek a döntőnek most már van hagyománya, és van népszerűsége, meg közönsége is a helyszínen is. Hát nekünk ugye van egy szurkolói csoportunk, a Cowboys Fanatics. Tőlük hallottam, hogy van köztük olyan vezérszurkolónk, aki már egyedi ruházattal készült, Cowboys-es ruházattal, illetve hát megugrott a kolompiaink eladásának is a száma, úgyhogy én hatalmas hangzavarra számítok, főként a Fanatics-től, de a belső nézőket is magával fogja ragadni a hív szerintem, úgyhogy füldugot hozzon mindenki. Füldugot hozzon mindenki, és teltház lesz. Teltház lesz. Miskolcról jönnek a támogatók, sokan? Készülünk szurkolói buszokkal, tehát mi is hangosak leszünk. Jó, a finál eredményétől függetlenül mit gondolatok, ez a hazai amerikai fociliga, ez merre felé halad tovább? Mekkora fejlődés van ebben? Most van, neked voltak kétségeid lebonyolításban. Hát nekem vannak aggályaim ezzel a temérdek importtal kapcsolatban. Azt látom, hogy viszonylag kevés csapat gondolja át azt, hogy milyen posztra érdemes meg kéne játékost hozni. Én sokkal inkább azt támogatnám részemről, hogy edzőket hozzunk, edzőket importáljunk, hosszú távon azt fejleszti a játékunkat. És most egy kicsit a jégkorongra gondolhatok, hogy a külföldi szaktudást behozni, van, és a magyar játékost. És a magyar játékost kell főhozni arra a szintre. Tehát azt gondolom, hogy az egy probléma, hogyha, ahogy említettem, playmakereket hozunk, azzal ők elviszik a meccset. Soha nem lesz szükség arra, hogy azon a poszton egy magyar srác ugyanúgy kapjon el, ugyanúgy fusson, ugyanúgy dobja meg a labdát. És jellemzően ezt látjuk egyébként a magyar csapatoknál, hogy nem jó munkás embereket hoznak, hanem olyan embereket, akik meg tudják nyerni a
mérkőzést egy-egy villanással, és ez szerintem nem biztos, hogy a jó irány, de ez csak az én saját. Magyar játékosokat kell kinevelni, akkor az a feladat, és akkor a Digi Sporton pedig itt láthatjuk ezt a reményei szerint a tévéképernyőn is hangzavaros és jó döntőt, urak, jó meccset hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. Mi köszönjük.